Amikor beköszönt a nyári szünet az iskolákban, a diákok örülnek a nagy szabadságnak. A nyár derekához érve azonban egyre többen vannak azok, akik elfoglaltság hiány csak otthon ülnek, amikor éppen nem nyaralnak a családdal vagy barátaikkal. Azok a szülők, akiknek kisebb gyermekük van, azzal a problémával is szembesülhetnek, hogy nem tudják hova tenni gyermeküket, mi alatt ők dolgoznak. Kaposszekcsőn erre a problémára már találtak megoldást. 13 éve rendezik meg azt a nyári tábort, ahol két turnusban szabadidős elfoglaltságokat kínálnak a gyermekeknek. Az első tábor 2007 nyarán indult alsó tagozatos gyerekeknek. A kaposszekcsői önkormányzat átvállalja a gyerekek költségeit azoknak, akik itt laknak. Tehát itt senkinek nem kell fizetnie, aki kaposszekcsői lakos. Kézműves foglalkozások, kirándulások, játékok szerepelnek a programba. Mindenki, aki eljön segíteni önkéntesként, tehát azért kerül ennyire olcsóba annak is, akinek fizetős, mert nincs benne munkadíj. A minden nyáron két hét, most évek óta már első héten első másodikosok, második héten harmadik, negyedikesek jönnek, hasonló programmal, hogy senki se érezze magát hátrányba. A táborvezetője azt mondja, nem csak azok a diákok jelentkezhetnek a táborba, akik Kaposszekcsőn élnek. Akik Vásárosdombon vagy Dombóváron laknak, de a kaposszekcsői általános iskolában tanulnak, ők is táborozhatnak hasonlóan kedvező feltételekkel. A szervezést is korán kezdi Nagyné Tóth Erzsébet, aki kiemelte, egy nagy összefogásnak köszönhetően valósulhat meg a tábor ilyen formában. Tavasszal már nekiülök minden évben, nagyjából fejbe összerakom, hogy mit szeretnénk, hogy ami ne ismétlődjön minden évben ugyanaz, és megkeresem az általam kiszemelt segítőket, és azt tudom mondani, hogy szinte nemet még soha nem mondott senki. A tábor a szülőknek is segítség, mondja a szervező, hiszen az olyan családoknak is segít, akik már kora reggeltől dolgoznak, és nem tudják kire bízni gyermeküket. Gyerekek nagyon szeretik. Van olyan, aki első évben nem jön, utána hallja, hogy milyen jó volt, és majd, hogy nem sír, hogy én miért nem mentem. Ennyi. Jól érzik magukat. A táborban változatos programokat kínáltak a szervezők a diákoknak. Különböző játékokon vehettek részt, túráztak a meccsekbe és az állatkertbe is ellátogattak, valamint egy rendőrségi ismeretterjesztő előadást is meghallgathattak. A gyermekek egyik kedvenc programja azonban az emlékgömb készítése volt. A negyedik éve táborozó Deák Rebeka is azt mondja, hogy nagyon szeret eljárni, mert rengeteg jó emléket köt a nyarakhoz ezáltal. Nagyon sok élményt voltunk egyszer fürdeni, és hát nagyon sok jó élményt szereztem itt. Ettünk egyik évben kemencébe sült pizzát, és igazából nagyon jó ez a tábor. A szintén negyedik éve táborozó Rostás Balázs is nagyon szereti ezeken a programokon eltölteni az idejét, mert mindig új dolgokat tanul. Most például az emlékgömb elkészítését tanulta meg, amit azért szeret, mert az emberekre emlékezteti őt. Négy éve, mert alsóban van tábor, és elsőtől negyedikig lehet jelentkezni ebbe a táborba, és eddig nagyon jó. Mindig változtatják a programokat, és nagyon-nagyon sok jó dolgot csinálhatunk, és ez nagyon jó. Nagyon sokszínű, úgy, mint az emberek is, és emlékgömb is a neve, azért, mert ember, mert ugye sok színből csináljuk, és hogy sok színűek az emlékeink is. A táborvezetője azt mondta, sok újdonságot tanulnak a gyermekek a kaposszekcsői nyári táborban. Olyanokat is, amiket általános iskolákban nem tanítanak meg nekik, ezért járnak vissza évről évre a diákok, később pedig mint segítők vesznek részt a tábor szervezésében.